Március óta naponta vitték házhoz a melegételt, élelmiszert vagy éppen a kiváltott gyógyszert önkéntesek az időseknek a koronavírus járvány idején. Nem csak a 65 év felettieknek segített így a szekszárdi önkormányzat, hanem a családoknak is, hiszen az oktatási intézmények bezárását, valamint a digitális oktatás bevezetését követően az iskolás gyerekeknek is házhoz szállították az ebédet. A szekszárdi városvezetés továbbá a gyerekfelügyeletet is megszervezte azokra gondolva, akik dolgoztak járvány idején. A szociális étkezésben több mint 10 000-en, a házi segítségnyújtásban több mint 8 600-an vettek részt, és több mint 15 000 adag ételt szállítottak ki az otthon lévő gyerekeknek. Összegezte az elmúlt 2 hónapot Ács Rezső szekszárd polgármestere, aki a törvényi előírásoknak megfelelően idáig egy személyben hozta meg a döntéseket. E hét szerdáig ugyanis rendkívüli jogrend volt érvényben. Úgy hoztam döntéseket, hogy a különböző bizottságoknak, egyéni képviselőknek a javaslatát kikérte, és meghallgattam. Természetesen nem minden esetben született ugyanazon ügyben egy olyan döntés, amelyet ők támogattak, sőt volt olyan döntés, amikor a különböző képviselők ellentétes véleményt fogalmaztak meg, akkor el kellett dönteni, hogy milyen döntést fel fogom lezárni az adott ügyet. Tehát dönteni kellett. A polgármester az első legfontosabb döntései közé sorolta a költségvetés elfogadását. Ezt annak az érdekében hozta meg, hogy a járvány kezelésére a forrás rendelkezésre álljon. Több millió forintot költöttek védőfelszerelések beszerzésére, a közterületek fertőtlenítésére. Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt Szekszárdon az önkormányzatnál nem volt szükség arra más városokkal ellentétben, hogy bárkit elbocsássunk. Úgy lehet megszervezni a munka, hogy aki tudta, az itt végezte, aki tudta, az otthon home office-on végezte a munkáját. Különböző területeket tevődtek át ezek a feladatok, de a vége az volt, hogy tulajdonképpen a veszélyhelyzet végével a régi kollégák újra visszafoglalhatják a munkahelyüket. Én azt gondolom, hogy a jó működés és a stabil működés érdekében szükség van arra, hogy jó szakemberek a helyükön maradjanak, és amikor újraindul egy hivatal, újraindul egy cég vagy bármilyen vállalkozás, akkor stabil régi szakemberekre tudjon támaszkodni. Ezt a célt fogalmazta meg, és fogalmaztuk meg, és tulajdonképpen ennek a célnak az érdekében az önkormányzati cégeknél is kértem, hogy maradjanak meg a munkavállalók, és maradjanak a munkavállalók itt az önkormányzatnál. Tolna megyében összesen 17 koronavírus fertőzött volt, a szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Ács Rezső azt mondta, ez is annak köszönhető, hogy mindenki betartotta a szabályokat, az ellátórendszer pedig szervezetten, gördülékenyen működött. Az önkormányzatnál 10 munkacsoport alakult a járványügyi helyzet kezelésére. A döntésekről pedig folyamatosan tájékoztatták a lakosságot. Meg kell köszönni a szekszárdiaknak azt a fajta társadalmi összefogást, amelynek köszönhetően ilyen jól megúsztuk eddig, legalábbis úgy néz ki, hogy megúsztuk ezt a pandémia állapotot, és én ebben az összefogásban hiszek, amikor majd a következő időszakban esetlegesen még egy második hullám mondjuk felüti a fejét, de hát ugyanúgy köszönettel tartozom kollégáimnak, egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak, szociális ellátórendszerben dolgozóknak, és hát tulajdonképpen bármilyen társzervnek, rendőrségnek, kollégáinknak, hiszen egy ilyen közös összefogás eredményeként lehetett azt elérni, hogy Szekszárdon nem kellett tiltanunk. Nem kellett olyan döntéseket hoznunk, mint más települések, ahol egyértelmű tiltásokat tudták csak megakadályozni a vírus terjedését esetlegesen. Mi kértük a szekszárdiakat, és ezeket a kéréseket be is tartották, hála Istennek, így nem kellett szigorúbb intézkedéseket tennünk. A városvezető a járványügyi helyzet kezelésével párhuzamosan a beruházásokat is folytatta. A városnak fejlődnie is kellett. Úgyhogy az ügyeleti központnak az építése elindult, generációpályának az építése el tudott indulni. Egy 5 milliárdos keretet nyertünk útépítésre, és 2 milliárd forintot pedig az ipari park fejlesztésére. Tehát nem csak a napi teendőkkel voltunk elfoglalva, hanem igyekeztünk jól lobbizni ezeknek az összegnek a megszerzése érdekében, és gondolkodunk azon is, hogy merre megy a város és mi a jövőképe. A városvezető kiemelte, egy már jól működő rendszerrel és raktáron levő védőfelszereléssel készülnek a járvány második hullámára, ami őszre várható.